tudjátok, hogy több országból is érkeztek hozzánk csapatok, illetve ez is a Balmazújvárosi kézilabda fejlődését mutatja, hogy tudunk nemzetközi tornát rendezni. Én bízom benne, hogy minden fél évben tudunk majd valamilyen tornán vagy résztvevőként, vagy pedig házigazdaként jeleskedni. Én mindenkinek sikeres versenyt és főleg balesetmentes versenyzést szeretnék kívánni. Zsigmond Gergely egyből be is tudott menni két ember között, az ő góljával egyenlít a Balmazújváros. Teleki Levente kap sárgalapos figyelmeztetést. És majdnem labdát szereztünk. Az pedig lépéshiba, és van induló ember. És ott van az egyenlítő találat. Veres Imre volt a gólszerző. Zsigmond Gergely bődületes lövését védi. Elképesztő bravúrral a vendégek kapusa. És egy jó blokk, a lepattanó labda pedig nem a miénk. És le a labda a bal szélsőnek. Újabb gól. Négy találat. Az eddigi legnagyobb különbség a két csapat között. És Borza Marcel megtöri a hosszabb gólcsendünket. 25 másodperc, így ezt az időt már végig fogjuk játszani. És akár döntetlennel is pihenőre vonulhatunk. És jó bejátszás, ott is van az egyenlítő találat, de van még 10 másodperce a cseh együttesnek. 5 másodperc le a szélre, és középen támadó szabálytalanság. 30 percet követően ugyan végig az előny a Zubrinál volt, Balmazújváros egyszer sem vezetett, sőt négy találat is volt a hátrányunk, de az első 30 perc végén HC Zubri, Balmazújváros 15-15, a második játékrészt a Balmazújváros kezdte. És ott van a pályán Mihalkó Gyula is. Vezendi Péter is, tehát több olyan játékos, aki az első fél időben kevesebb lehetőséget kapott, vagy egyáltalán nem kapott lehetőséget. Még a kapuban Szarvas Bence lesz, és a kapus ugyan bele tudott írni, de Mihalkó Gyula góljával a mérkőzésen először vezet a Balmazújváros. És jó bejátszás, Teleki emberrel együtt is be tudott fordulni, illetve 2 perces büntetés Csiz Vojteknek. 4 gól a Balmazújváros előnye, és az első fél idő nagyjából a 20. perce körül ugyanannyi volt az előnye a cseh együttesnek. A fél időre visszajöttünk döntetlenre, míg a második játékrészt remekül kezdjük. Gólt kell dobni, és akkor ismét 3 gól lehet az előnyünk, mely akár megnyugtató is lehet a hajrá előtt, hiszen a csehek lesznek eredmény kényszerben, de hát abban a pillanatban el is adjuk a labdát, és maga biztosan értékesítik is az ütszert. Pádalik Jakab volt a gólszerző, és ahelyett, hogy 3-mal vezethettünk volna, 1 gól az előnyünk. Passzívot jeleznek a játékvezetők, Kulcsár tovább Zsigmondnak, le a szélre Posta, és szerencsére a kapus csak beleélni tudott. 2 gól az előnyünk, 3 perccel a vége előtt. Még 45 másodperc a mérkőzésből. És Bodó góljával megszerezzük a második félidőben is a 15 találatot. És vélhetően ez volt az utolsó momentum, de még a szélről befordul, és a végén gólt szerez Száb Tomás. A második félidő alapján azt mondom, hogy megérdemelten nyerjük meg a nyitó mérkőzést is, megérdemelten jár a taps a fiúknak. Az első félidő gyengébben kezdtük, de
A második játékrészt ott folytattuk, ahol az elsőt abba hagytuk, és 5 góllal is vezettünk. A lefújás pillanatában pedig 3 gólos előny az eredményjelző táblán, így a végeredménnyel búcsúznék. HC Zubri, Balmazújváros 27-30. Az országos diákolimpia döntő előtt ez egy remek főpróba egy héttel korábban a veszprémi döntő előtt. Hogyan mozogtak a srácok? Hogyan tetszett az első mérkőzés? Tetszett a mérkőzés, én úgy gondolom, csináltunk nagyon jó dolgokat. Ugye a játék nem nagyon a összeszokottságról szólt, most azért visszajönnek a sérültek, mindenkinek lehetőséget kellett adni. Próbáltuk inkább az egyéni képességeket, meg inkább az önbizalom növelő, tehát az átlövéseket erőltettük, 2-2 a játék, tehát nem a figuratív játékokat törekedtünk elsősorban, hanem az, hogy mindenki játék lehetőséget kapjon, és mindenki pozitív élménnyel tudjon lejönni a mérkőzésről. A mérkőzés elején mivel voltak jobbak a csehek? Ugye nem ismertük egymást, nyilván nem játszottunk még egymással. Azért ezt látni kellett, egy jó kis csapat volt, nagyon ügyes képzett balszélsővel, aki rendkívül jó indult a lövőtől kapott labdára, és ugye azon az oldalon kaptunk kb. 8-10 gólt az első fél időben. Ugye emiatt ezt nem éreztük. Ugye a második fél időben lecserélték ezt a fiatalembert, könnyebb volt a dolgunk, úgy gondolom egy kicsit keményebben is védekeztünk, elkerültek bennünket azok a úgymond potya, hát nem potya, balszerencsés gólok, amik voltak az első fél időben. Úgy gondolom, hogy egy ilyen jó kis közönségi szórakoztató mérkőzés kerekedett ebből. Az első fél időben hogyan lehetett volna megfogni ezt a fiatalembert? Szűkíteni kellett volna a területet, tehát az volt a baj, hogy a mélységben nem védekeztünk semmit, tehát állandóan csak hatos követtük. Ugye menni kellett volna a labda irányba a labda szerzése. Egy. Ha már végül is megkapta a labdát, akkor menni kellett volna szűkíteni, menni kellett volna a területet, hogy ne legyen komfort érzete. Ugye hát akkor nem tudtam volna ezt a technikai repertoárt bemutatni. Ugye azért csak másabb az, hogy kicsit tolnak rajta, annak nyilván nem szabálytalankozni, csak azért érezze, hogy ott van a védő a nyakán. Ezzel sokat segített volna a kapusnak is. Ugye a kapusok se érezték, ha letámadták, pörgetett, ha kilépett, akkor ívelt, tehát minden, tud a kézlabdáról mindent az a fiatalember. És miben voltunk jobbak az első fél idő végén, illetve a második fél idő elején, hiszen 4 gólos hátrányban voltunk az első fél idő 20. perce körül, majd a második fél idő elején már 5-tel vezettünk. Minek volt köszönhető ez a jelentős javulás? Hát aznak köszönhető, úgy gondolom, hogy azok az első fél időben történt bizonytalan, nem kapura irányuló támadó játék, hanem inkább a bejátszásról keresgéltük passz játék, amit kifejezetten nem szeretek. A második fél időben azért úgy gondolom a Velendi Peti és a dátlők elkezdtek lőni. És az egy nagy előny ebben a kézilabdában, egyszerű játék, ezt nem kell túlbonyolítani. És utána lehetett látni, egy egyszerű 2-2 játékból, beállós játékból rengeteg gólt lőttünk. Vagy annak a húzás tovább passzából, de ezt egyszer tudtunk lőni, és átlős. És ezek a lövések jól sikerültek, és az ellenfelére nem reagált semmit. Az első fél időben történt egy sajnálatos ütközés a kapusunk, illetve Borza Marcell között. Mennyire súlyos az ő sérülése, illetve hogyan lehetett volna mindezt elkerülni? Hát elkerülni eleve úgy lehetett volna, hogy mondjuk Fábián Dávid kiabálja nagyot a kapuból, de egyébként egy balszerencsés mozdulat volt. Neki sincs semmi baja, úgymond egy kicsit fáradta, de hát kapusok azt egy kicsit mind bolond. Mindig azt mondom, tehát sosincs semmi bajuk. Borza Marcell egy kicsit beütötte a fejét, meg egy kicsit szétcsattam a szájadát, tehát már ugye ilyen apró cseprő sérülések ugye benne vannak ebben a játékban, nem balszerencsés mozdulat volt. Hogyan értékeled a bajnokságban a helyzetünket, hiszen az NB1-ben 11. helyen állunk, míg az NB2-ben a 9. Igen, az NB2 kicsit kacifántos, mert ugye azt hozzá kell tenni, 3 pontra vagyunk a második helytől. Ugye volt egy-két, de ott annyira változik meccsről-meccsre, fordulóra-fordulóra a bajnokság, hogy két győzelemmel fellép az ember, szinte arany, a bajnok esélyes lesz, két veresége meg zuhany 8 helyet. Úgy gondolom, az NB2-es bajnokság nekünk egy jó felkészülési lehetőség, azért felnőtt játékosok ellen játszunk. Hogy is fogalmazok azt, hogy nem érdekel, nem jó megfogalmazás, de mégis nem számít. Tehát az a lényeg, úgy gondolom, hogy azok a játékosok, akik a ifjúsági csapatban kézlabdáznak, játszhassanak olyan csapatok ellen, ahol felnőtt játékosok, akik már magasabb osztályban játszottak, levezetnek az NB2-be, de azért lehet ott is tanulni, meg ott igazán lehet ütközni, mert nagy emberekkel játszhatnak. Úgyhogy úgy gondolom, az a 9. hely teljesen mindegy, ha most 11. lenne, első helyen is ezt mondanám egyébként, hogy nem volt elvárás se az, hogy nyerjünk, se az, hogy utolsók legyünk, semmilyen különösebb jó játékot akarunk látni. Az ifjú bajnokság ugye kacifántos dolog, ugye 6.-8. helyet tűztük ki, tehát úgy gondolom, hogy az első 6 helyzetben, hát nem tudom, jó, nagyon jó csapatok vannak, csak ugye nekünk rengeteg sérültünk, ugye kezdtünk ott 3-4 győzelemmel, utána voltak
nagyon jó mérkőzésünk, ahol vállalható vereségeket szenvedtünk, például Balatonfüreden kikaptunk 6 góllal, úgyhogy összesen voltunk 12-4 is erlőjátékosan. De voltak olyan vereségeink is, amit az előbb mondtam, hogy ez a játék, hogy az önbizalomra épül. Ugye az elején ment minden rendben, ahogy kell. 26 góllal vertünk egy Orosházát, aki ugyannyi pontja van végül is, mint nekünk, tehát ez is egy vízkategória. Megverjük az Akadémia 2-es számú csapatát. Tényleg nagyon jó meccseket játszottunk. Csak ugye közben elfogytak az emberek, mert ugye volt 5 komoly sérültünk, és azért az 5 komoly sérült meghatározó szerepet játszik ebben a csapatban. Ugye az ő visszaépítésük zajlik most egy rész, mert Csia Gabi külön edz, de már ő is edz. Úgyhogy ott olyan meccseket buktunk el a végén, amit úgy gondolom egy gyöngyöst, sőt csurgó meccsen csurgón is kaptunk, egy csurgó gyöngyös medőkövesdet, hogyha mi teljes csapattal játszunk, úgy gondolom simán nyerni fogunk. Elérhető az a cél, amit kitűztünk, mert ezeket a meccseket itthon az hazai pályán meg fogjuk nyerni, ebben 1000%-ig biztos vagyok. Tehát szerintem a tavaszi fordulóban legalább 8-10 ponttal többet fogunk szerezni, mint az ősszel. 2 évvel ezelőtt a 4. korcsoportos diákolimpián, itt Balmazújvároson a 2. helyet szereztük meg az országos döntőben, tavaly Győrben a 6. helyet. Most mennyire volt elvárás múlt héten Békésen az, hogy a csapat ismételten ott legyen az országos döntőben? A diákolimpiáról beszélünk, ha bármilyen bajnokság, ami el lehet jutni egy országos döntőben, már eleve egy presztízse van. Tehát egy nívója van. Egy 8 csapatos bajnokságról beszélünk, ugye ennek a lebonyolításnak a záró eseménye. Elvárás, hát presztízs, úgy gondolom presztízs csináltunk ebből a mérkőzésből, nagyon jó hozzáállással kézzelbáztak a gyerekek. Ugye tavaly itt a Békés azt mondta, hogy azért nem jutott be tavaly az országos döntőben, mert hogy itt a külső körülmények miatt veszítettek Balmazújvároson, és ők erre fogták, holott ott válogatott játékosokkal jött ide. Én nem éreztem azt, hogy itt bármilyen külső körülmény, mindegy. Ugye, és most ők ebből ezt tehát tudatták is, hogy ez lesz belőlem, de ne számítsunk jó játékvezetésre. Első 15 percben el is hittem mindent, mert tényleg voltak ilyen 3,5 perces támadások, de utána volt a csapatnak tartása, nem mentünk át a veszekedésbe, a bolond dolgokat nem vettük át. 15 perc után megfordítottuk az eredmény, 4 góllal fordultunk a második félidőbe, és a játékvezetés is ugye nem csinált már magából milyen jó kifejezés. Tehát nem erőltettem már hazai csapatot tovább, látta, hogy nincs esélye, és egy nagyon nagyszerű győzelmet arattunk. Mi szerintünk 9-el, ott a jegyzőkönyv szerint 6-tal, de végül is teljesen mindegy, mert magabiztos győzelem volt, és egy olyan gátot meg szabadított ezt fel, ami után edzésen is látszik. Tehát nehéz azért, amikor lefele van egy csapat, ugye nem sikerül még az sem, ami 100-ból 100-szor. Amikor fölfele dolgozik az ember, akkor tök mindegy, mit csinál, minden bejön. Tehát akkor még minden. Most nekünk ez a győzelem emellett is fontos volt, hogy bejussunk az országos döntőbe, de maga a DIFI bajnokság szempontjából is rendkívül fontos volt. A vezetők milyen eredménye ellenének elégedettek Veszprémben? Én legelégedettebb, hogy első ellennék, de ott is reálisan nézve nagyon jó csapatok lesznek. Tehát bármi is jöhet. Tehát ezért mondom, most a srácok úgy gondolom, hogy önbizalom telve megyünk oda. Tehát nem kell attól félnünk, hogy most jaj Isten, nagyon várnak bennünket. Meglátjuk, hát sorsolás függő, ugye ott helyszínen sorsolnak. Ebből lehet egy olyan csoport, ami brutál, lehet egy olyan csoport, ami nagyon gyenge. Szerencse kérdése is. Hát megteszünk mindent a legjobb helyért. Biztos nem mi vagyunk a legesélyesebbek, mert azért komoly csapatok lesznek, de azért nem adjuk magunkat olcsón.